Szeptember elején kezdődik a bajnokság a Teke Szuperligában. A nyíregyházi játékosok már egy hónapja készülnek, és a marosvásárhelyi Maroskupán aratott egyéni, illetve csapatgyőzelemmel jelezték is, hogy jó úton járnak. Fintáik még két tornán csiszolhatják tovább formájukat. A következő két hét vége azt lehet mondani, most már abszolút a felkészülés utolsó állomásait jelenti, olyannyira, hogy a jövő hét szombaton 22-én Szolnokra megyünk két csapattal a Tisza kupánra. Ez évek óta nem járunk oda, viszont mivel a Szolnok most visszakerült a Szuperligába, és azt lehet mondani, hogy megerősödött csapattal vág neki ennek a szezonnak, így mindenképpen nagyon fontos állomása lesz majd számunkra is a akkori összeütközés velük. Bár igaz, hogy majd ott Szolnokon csak áprilisban fogunk találkozni velük, de azért mindenképpen jó gyakorolni ezeken a pályákon. Rákövetkezendő hétvégén azonban a szokásoknak megfelelően a nagysárosi Sáris kupára megyünk Szlovákiába. Hát azt lehet mondani, hogy a címvédői vagyunk, kétszeres címvédői ennek a kupának. Nagy meglepetésre tavaly is néhány fával, de meg tudtuk verni a hazaiakat hazai pályán. Úgyhogy most, mint hallottuk, nagyon készülnek a hazaiak, és nagyon várnak már, hogy nagyon szeretnének visszavágni. A bajnokságot szeptember első hétvégén a BKV előrotthonában kezdi az NTK. A sorsolási szisztéma az nagyon egyszerűen alakul, a tavalyi szereplések alapján kapják a csapatok a rangsorolási számaikat, és azt lehet mondani, az első fordulóban az első hat legerősebb fogadja a második hatot, úgyhogy mindenképpen a hátsó lazadban végzetteknek nehezebb dolga van. Hát végülis, mivel mi tavaly hetedikek voltunk a bajnokságban, így a hatodik helyezett BKV előréhez látogatunk, azt lehet mondani, hogy a sorsolásban az első forduló az mindenképpen kiélezett mérkőzés lesz a BKV otthonában, még soha nem sikerült diadalmoskodni. Nagyon sokszor már megszorongattuk őket. Két évvel ezelőtt a rájátszásban egy döntetlent is tudtunk ellenük véghez vinni, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzés vár ránk, és azt követően pedig a Kaposvár látogat el hozzánk ide Nyíregyházára, úgymond egy nyitó hazai fordulóra 12-én, majd szeptemberben, ami szintén egy két azonos képességű csapat csatája lesz majd, és utána következik négy olyan mérkőzés sorozatban a megerősödött Győr, mint tudjuk, a Kahuk Levente világbajnok odaigazolt, majd a Répcelak, illetve az Alegerszeg és Szeged következik. Ez egy olyan négy mérkőzés, amikor igazából csak edzenünk kell velük, mert tényleg más kategória mind a négy csapat. A Szuperliga a legutóbbi 10 helyet 12 csapattal rajtol, így az előttünk álló szezonban nem lesz rájátszás a bajnokság végén.